Jó estét kívánok! Mindenkit üdvözlök itt a Magyar Napló könyvesboltban, a Szép Palom könyvműhely könyvbemutatóján. Pósa Zoltán, József Attila díjas írót, költőt jöttünk ünnepelni. Nyugodtan a villám, mert még hosszabb. Nekem kétféle barátom van, az egyik, aki nehezen nyilvánul meg, és keveset ír, és úgy kell kivasalni belőle publikációkat, illetve van a Pósa Zoli, aki viszont szerencsére roppant termékeny, és hogyha elkezd egy regényt írni, az nem is fér rögtön egy kötetbe, hanem kettőben kell kiadni. Minden humor nélkül ez a termékenység, ez most már egy több évtizedes írói programnak az eredménye. Bizonyára sokan ismerik Zolit. Nem akarok nagyon belemenni az elméletbe. Alapvetően kétféle prózát ír. Az egyik elvont, avantgárd, posztmodern, nehezen olvasható, bonyolult írásmód, a másik pedig, amit ő realistának hív, az olvastatja magát. Ezek eddig főleg kisregényekben nyilvánultak meg, de most itt van egy két kötetes nagyregény, Szeminóma, avagy Kórház a város közepén, nem is leplezetlen utalással egy klasszikus csehszlovák filmsorozatra, csak ott még a város szélén volt a kórház. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni, szeretném megkérni Kuper Andrást, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kancelláriát, hogy mondjon néhány keresetlen szót Pósa Zoltánról és az ő művéről. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és kicsit zavarban vagyok azért, mert az ember, János persze rutinos ilyen szereplésekben, de az ember a barátairól nem úgy beszél, mint amikor adott esetben nekem ki kellett államtestületek előtt beszélni, parlamentben, plenáris ülésen. Az egész más, mint amikor az ember egy kicsit a szívét is szeretné beleadni, és tényleg szeretné körbe rajzolni azt a figurát, akit nem csak egy könyvből ismer, nem csak a könyvben köszönnek vissza ismerős mondatai, hanem egyébként tényleg szívből és barátjaként szeret. A Zoli utoljára 5 évvel ezelőtt kért meg arra, hogy egy laudációt tartsak már nem is emlékszem melyik könyv. 12. kerületben. Tehát a 12. kerületben egy pláne születésnap, tehát az egy külön alkalom volt, és megmondom őszintén, nekem nagyon zaklatott volt az elmúlt 2 hónapom, és most úgy állok itt önök előtt, és kellene mondanom valamit erről a könyvről, hogy még nem jutottam a végére. A nagyján túl vagyok, de még nem jutottam a végére, de ahogy mondjam, a Zoliról alkotott képem az meglehetősen részletes és pontos lesz, amit megpróbálok önökre tárni. De azért, hogy segítsen magamat abban, hogy hogyan is indítsam el, elővettem az 5 évvel ezelőtti mondókámat, és egyébként tök jó. Tehát mind a mai napig igaz az, amit Zoliról akkor mondtam, és egy csomó kerestem a jelzőket, hogy mit mondjak rá, és olyan jókat írtam róla, hogy hogyan alkot, hogy van az a Pósa Zoltán, akit ismerünk újságból, könyvből, verses kötetből, de van az a Pósa Zoltán, aki, bár ahogy János mondja, sokat és szívesen beszél, de a filmesztét a Pósa Zoltán senki nem ismeri, vagy ma már mindenki számára ismeretlen a részek Pósa Zoltán, pedig annak is hosszú története van. És nekem megadatott az a szerencsé, hogy ismerem a szerelmes Pósa Zoltánt. Tehát ezek meg ismerem azt a Pósa Zoltánt, akiből a nevetés úgy tör föl egy hosszú esti beszélgetés során, mint Vulkán. És azért ezt kevesen ismerik, és az ő figurájához ez is hozzátartozik. Most Zolit én, hát még a rendszerváltozás elejéről ismerem, és kétségtelen tényleg minket a politika sodort a barátságba. Mi mind a ketten úgynevezett veteránok vagyunk, nem a korunkat illetően, hanem a
ahogy ezt mostanában egyes politikusokra mondják, akik még azért kezdtek el politizálni, hogy valamit csináljak, és a politika nem egyfajta karriert jelentett a számukra. És Zoli tényleg soha nem is akart politizálni, csak jött, mert tudta, hogy mi a dolga. És nekem nagyon érdekes volt megismerni az ő életútját, hogy 95 előtt ő egy ládának írt. Mások az asztalfióknak, még ha nagy is volt az asztalfiók, de ez egy láda. Képzeljék el, hogy mi minden van még abban a ládában, ami elő fog onnan kerülni. Szóval kerestem azt a sokféle kifejezést, amit Zolira itt jellemzőként el lehetne mondani, kerestem ezeket a régi jelzőket, kerestem azt, hogy mivel lehetnék egy kicsit magasztos, meg egy ilyen szeretetteli, de aztán találtam egy jobbat, ami magából a regényből következik, és egy kicsit félve, és ezért halkan mondom, hogy ez a jelző, ez a kulcs szó, ami Zolit ebben a regényben jellemzi, a mesztelenség. Nem abban az értelemben, mint a király, aki azt hitte, hogy díszes ruhában parádézik, majd varázsütésre kiderül, hogy nincs rajta semmi, hanem Zolinak ez egy másfajta mesztelensége. Először is a mesztelenségnek van egy primér olvasata, ugye benn van az ember a kórházban, akit állandóan fölle öltöztetnek, orvosok, nővérek vizsgálgatják tetőtől talpig, és közben kötelességszerűen félúton megállnak, és ott egy kicsit hosszabban vizsgálódnak. De ezen a közvetlen primér mesztelenségen túl van a kórházi mesztelenségnek egy másik fajta olvasata, és bizonyára sokan vagy sokunknak volt olyan rokon, aki a halál közeli állapotban, most nem feltétlenül azonnali halálra gondolok, gyors halálra, de hogy egy olyan súlyos betegséggel került kórházba, ami bizony a halált megidézte. És azt gondolom, hogy a betegséget túlterjeszkedő mesztelenségnek is van egy ilyen, a lelki kiszolgáltatosságnak is van egy ilyen mesztelensége, és Zoli a lelkét ebben a mesztelenségben is kitárja és megmutatja nekünk. És a lelkét, igen, és többször és visszatérően beszél ebben a Istenhez közelebb került állapotában mesztelenül a hitéről és a teremtőjével való viszonyáról is. És miközben ő maga a legtisztább őszinteségével tárja magát elénk, kíméletlen pontossággal írja le az őt körülvevő világot. Mindenkit olyan pontosan rajzol meg, mint azt a bizonyos mesztelen királyt. A beteghordótól a főorvosig, az élet kórházi ágyon elmesélt és meghallgatott történeteinek összes szereplője, az ösztön lényig levetkőztetett és így megrajzolt alakjává egyszerűsödik. És ha már János itt utalt a korábbi írásaira, a különös tekintettel az én kedvencemre, az aranykori tekercsekre, arról a regényről Kapdebó Lóránd azt írta, hogy a diktatúra legértékesebb kozmetikázatlan lenyomata. Most ha ez igaz volt az aranykori tekercsekre, én akkor azt gondolom, hogy akkor ez a regény, a Szeminóma, az elmúlt két évtized legértékesebb kozmetikázatlan lenyomata. Pósa Zolit így néha látom, elautózok Gazdagrét mellett, és Zoli megy egy cekkerrel. És nekem... És néha nem dudálok rá, hanem csak így nézem. Nem tudom, van-e önöknek az az élmény, amikor csak nézik a másikat szeretettel, és abban gyönyörködnek, ahogy megy. És Zoli megy a cekkerrel Gazdagréten, és úgy elképzelem magamnak, ahogy betonpanelbe bemegy, fölmegy a liftbe, és benyit a lakásba. És nekem szerencsém volt többször járni náluk, és az a világa, ahol Zoli jár a panelek között, és az a lakás, amiben ő otthon van, az két annyira különböző világ. Az egyik egy ilyen teljesen rideg, sok-sok aszfalt, sok beton, rengeteg ember. Zoli megy, és huncutú mosolyog a szeme, nézi az aszfalton a repedést, a
az embereket, és akkor én látom, hogy megnéz valakit, és akkor egy egész sorsot lát a szemek mögött, és akkor bemegy a panelba, fölmegy a liften, és akkor egyszer csak egy olyan meleg otthonban találja magát, ami egy egészen más világ. És néha egy elképzelem Zolit magam előtt, ahogy ebbe a társas magányba visszavonul, Barna Mártihoz, és levetkőzik mesztelenre, és a csupasz lelke tollat ragad. Köszönöm szépen Kuper Andrásnak. Ez az a helyzet vagy pillanat, amikor a moderátor is elpirul, de lelki meztelenségről van szó, hogy azért hangsúlyozunk. Viszont a regényben nem csak. Tehát itt a testnek, az egészséges embernek a lemeztelenedése is megjelenik, főképp talán ez jelenik meg. Az van az indító kérdésem hozzád, hogy hogy is van ez? Tehát ez a bizonyos realista irányzat, amit te itt műveken át követsz, azért kedélyes, vidám dolgokat érintett. Tehát olyasmiket, hogy milyen volt a kádárizmusban egy újságíró vidéki kiszállás, amit Tivornyába torkolik. Vagy amikor cenzornak akarták kiképezni az újságírót, és katonaruhában kellett neki ideológiai bohóckodást folytatnia. Mindenben volt valami frivolitás, irónia, de hát ez az a témaválasztás, ami a legtöbb ember számára elfelejtendő, a legtöbb író számára is. Tehát nem lubickolnak a szenvedésben, nem akarják fenntartani ezt a memóriájukban, sem a kollektív emlékezetben. Mi indított téged arra, hogy kétkötetes műben örökítsd meg ezeket a voltak éppeni megaláztatásokat? Hát igazából nem éreztem megaláztatásnak, úgy felmagasztosult az ember ezekben a látszólag megalázó pillanatokban. Hát mindannyiunk életében elkövetkezhet az a pillanat, amikor ráébred arra, ugye, jó Isten ráébreszti arra, hogy az, hogy betegnek lenni, meg kiszolgáltatottnak lenni, kórházba kerülni, esetleg meg is halni, az nem csak mással fordulhat elő. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit fiatal az ember, azt hiszi, hogy páholyban ül, és lát egy Godard vagy egy Fellini filmet, itt az András a filmesztétikai élményeimről beszélt, és a Fellini filmben ott szerepelnek emberek, meghalnak, bolondoznak, kórházba is kerülnek, és aztán egyszer csak egy intim helyen megtapintott daganat, heredaganat, az hirtelen ráébreszti az embert arra, hogy hát ez bizony nem csak mással előfordulható dolog, hanem velem is. Na most itt, hogy azonnal a kérdésen a Barna Márti a múzsán feleségem, mindig azt szoktam mondani, hogy elindázok mindig a kérdéstől, és hogy különösen Csontos János ne hozzam abba a helyzetbe, hogy nem a kérdésre válaszolok. Szóval azért az első az, ami miatt megírtam, és ez tényleg nem az, hogy az író elvtársa azt mondja, hogy az volt a mondani valóm, hogy ugye megmondjam, hogy szép az élet. Nem, azért írtam meg, és ez tényleg bennem volt, hogy megszólaljon ezzel a kapcsolatban egy férfi is. Mert ennek az intim betegségekről a nők abszolút kendézetlenül mernek már beszélni. Így szemtől szembe még nem megy olyan könnyen ez a dolog, de a papírral szemben az ember sokkal könnyebben le tudja tisztázni a legintimebb és legszomorúbb és szomorú vidám élményeit is. Ez volt az első, ami miatt megírtam. A másik pedig, hát amihez esetleg majd eljutunk, hát ez egy ilyen megtisztulás, megigazulás regény is. Pontosítanám a kérdésemet annyiban, hogy én egy feszültséget látok a regényed, illetve a világ között, a külvilág között. Ez a világ az értékrendjében most, mintha olyan volna, hogy a szépséget, a tökét, a
fiatalságot, a hibátlanságot ünnepelni, és mindenkit erre szorítana, hogy ilyen legyen, hogy ilyennek mutassa magát. Kell-e valamiféle Rubikont átlépni ahhoz, hogy túltedd magad ezen a trenden, illetve volt-e olyan gondolatod, hogy esetleg olyan intim szférákba hatolsz, vagy olyan dolgokat beszélsz ki, amelyek valóban nem tartoznak másra? Hát tulajdonképpen a Karintival kapcsolatban mindig ez jut az embernek az eszébe, és nem csak a Karinti regény, az utazás a koponyám körül, itt egy kicsit más testrész körüli utazás folyik ebben a regényben. Egyszerűen az, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Hát mindenkinek el lehet mondani. És el is kell mondani ezeket. Mert az, hogy az ember beteggé válik, az tulajdonképpen egyáltalán nem megalázó dolog. Próbatétel. Ugye szeretném ezt itt hangsúlyozni, hogy hát nagyon sokan válnak beteggé, és sokan már úgy válnak beteggé, hogy nem tudnak regényben beszámolni a betegségükről, tehát ilyen szempontból ennek nyilván dokumentum értéke is van. A másik, ami meglepett engem, ugye, hogy ez egy a regényhős itt körülbelül 35 éves, tehát ha föltételezem, hogy ez a te alter egód, akkor ez egy 30 évvel ezelőtti történet. Mi indokolta, hogy kiemeld az időből? Egyáltalán ugye még az se derült, hogy mikor írtad ezt voltaképpen. Tehát, hogy ennyi évtized után mi az érvényessége, illetve valamit a geneziséről mondjál? Hát a geneziséről, hát a főhős bekerül a kórházba, aki hát tulajdonképpen nagyon hasonlít rám. Tényleg bekerültem 1986-ban a Szövetség utcai urológiai kórházba. Mégpedig úgy, hogy amikor bekerült a főhős, akkor még kicsit azzal látatja magát, hogy ez csak egy olyan influenza szövődménykén megkapott gyulladás. És hát szépen sorban leírom azt, hogy hogyan jut el odáig, hogy bizony ez nem az, ez egy olyan betegség, amiben akár bele is lehet halni. És lehet ezt szeminómának nevezni, lehet embrionális karcinómának, stb. De hát ez mégiscsak az, amitől úgy fél az ember, hát ez az, amire azt mondják, hogy rák, na. És amíg ez ráébred, ennek a leírása, ez is, és amíg ezzel megbarátkozik, ezzel a dologgal, hogy ez most már vele történik, a főhőssel, az is egy ilyen nagyon erős és intenzív lelki folyamat. Most a megírása az már félig meddig akkor megtörtént. Tehát kimetszettem a történetet az időből, de és úgy szoktam egyébként írni a jegyzeteimet is, hogy már elemi szinten is stilizálom kicsit. Tehát nem csak szövegtáj, hanem félig meddig elkészült regény alapanyag volt. 8 füzetet leírtam. A múltkor még azt mondtam, hogy 6, de megtaláltam még 2 füzetet. Ott az előzményeket. Ebből meglehetősen keveset használtam föl. Mivel ráébredtem arra, hogy ez a 80-as éveknek egy olyasfajta nagyon őszintén és a tőlem megszokott módon kendőzetlen és egy kicsit a Kádár korszak szellemiségétől kívülálló köröztény embernek a szocializmus idegen szellemisége, hogy éreztem, hogy ez úgyse jelenik meg. Úgyse jelenik meg, megírom, és akkor hát betettem abba a bizonyos ládába, ami egy ágynak a tartó része, ezeket a füzeteket. És amikor jött a rendszerváltozás, és megjelenhetett volna, akkor pedig jött ez, amire már utaltál, hogy ezt még egyszer megírni, az azt jelenti, hogy végigéri az egészet az ember. És ettől kicsit óckodtam, és előbb most lelőttél egy kérdésemet. Hát kérdezd azért meg, nyugodtan. Mondd, kedves Zoltán, nem tartottál attól, hogyha megírod ezeket, újra át kell élned őket? De igen, tartottam tőle, és kicsit féltem is, és az volt a félelmetes, hogy kicsit úgy voltam a regény végén, állandóan halogattam, és aztán ugye az ember az sem mással történik meg, hogy egyszer csak 65 évessé válik, és nyugdíjba kéne menni, és hirtelen jött az a választóvonal, hogy itt most az újságírásból elég, most már ezt a regényt meg kéne írni,
és a NK-tól kaptam ugye egy támogatást a megírására, és tulajdonképpen 2 éven keresztül ezzel a regénnyel értem együtt, és egyre jobban beleértem magamat ennek a szomorú, vidám, tragikus és mégis felemelő pillanataiba, és mikor véget ért és befejeztem, akkor sajnáltam. Tehát a félelmeim alaptalok voltak. Jól laktam ebben a kórházi világban, jobban, mint amikor ott voltam eredetileg. Ezt most nagyon át tudom érezni már a 2 év miatt, és mert én is egy ilyen regényírás menet után vagyok, azzal a különbséggel, hogy te legalább a 10. regényedet írod, nem tudom, számolod, de én meg az elsővel kísérleteztem, de én a végére egészen megutáltam a saját szövegemet, ez a különbség. Kórházba kell menni, ezt igen. Ahhoz képest ez egészen jó. Igen, tehát szerintem inkább lirikus alkat vagyok, ez lehet a dolog mögött. Szeretném közös barátunkat, Lázár Balást megkérni, hogy az első szemelvényt olvassa föl. Ugye ez már ott a 250. oldaltáján van, amikor a főhős megtudja, hogy áttértek és képződtek, és nem laza influenza élményben lesz része. Kész vagyunk! Veri valaki az arcom. Beszélni akarok, nem engedelmeskedik a nyelven. Pörgök. Tehát túléltem. Sipítok. Miért? Ez nem volt egy percig sem kétséges. Nehezen veszek levegőt, taknyom nyálam egybefolyik, törölgetnek. Orromban csövek, torkomban is, ez is nehezíti a beszédet. Nem kell semmit mondani a pihenjen. Kiesett tökéletesen 5-6 óra. Kérdezném, hány óra? A falon az órán, mintha 2 körül lenne, most mondja meg Bartal is, aki az előbb, mintha már láttott volna. Ne nyugtalankodjon, kedves Zoltán, már megtelefonáltam Mártának, hogy sikerült a műtétje. Próbálok köszönetet mondani, de Bartal is Dénes megveregeti a kezem. Tudom, köszöni szépen, ne is próbáljon beszélni. Kedves barátom, megint kitűnőre vizsgázott. Nevet. Én is próbálok vigyorogni, vicsorgás lesz belőle. Hiszen tényleg jól vagyok, csak kicsit kába, de tudok magamról. A tudat küszöbe alatt ott lapulhatott testem, lelkem, mindenem, mert egyből tudtam, min és hol vagyok túl. Istenem, tehát rajtam a meccés. Fájdalom nincs, de zsibong minden, erősebb agyonnyom, elmosódott ugyanakkor a világ. Zöld fityulás nővér, szemüveges, jó, erős, csinos, határozott arcú, tiszta szom. Szemközt idősebb női arcok. A mellettem lévő ágy szabad, a másik oldalon egy ismerős fizimiskájú lány, hölgy. A féle jóságos, joviális, kórházi létet megszokott arc, kacér, kellemesen kreol. Velem szemközt sasorrú, csinos fiatalasszony, neurotikus, szenvedő tekintet. Végignézi, ahogy pucéra lemosnak, fitymát lehúzzák, nem kacéran, résztvevően, tárgyilagosan, egy pillanatra sem veszi le a szemét a műveletről. Jobbról mellettem belevaló tömzsi paraszt néni. Ő is feszülten figyeli a férfi striptízt, kuncutól mosolyog, kidugja a nyelvét. Na vajon kidugja-e a fejét a broki, akár fáradtan is? A pajzán néném asszony eközben kitartóan kérődzik, ő az a bizonyos ágyban is örökké táplálkozó, falatozó típus. Legszélen kortalan arcú előkelő dáma, valóságos grófnő. Ősz, kellemes megjelenésű néni. Ő először szórakozottan siklatja végig tekintetét aktomon, de aztán ott ragad a micsodámon a szeme. Nem enged ki ez a világ? Elfáradtak a képzelet erőtartalékai. Görcsösen kell látnom, állandóan látnom, ahogy a kis bajszos Benjamin, az éppen, hogy nem cselédkönyves orvos, körmöl valamit az asztalnál, üvegkalickában, mintha bennünket is hófehér kalicka venne körül. Nagy terem, oldalt elől csupa nő. Na hát, de érdekes. Minden ismétlődik.
Előttem a bajszos Benyámin körmöli a műtéti naplót üveg alatt, szemközt a sasorrú, a kellemes arcú ősznő, egy másik fiatal vagy öreg nő, és oldalt a parasztnéni majszolás, a bajszos doki csak körmöl, körmöl az asztalnál, az üvegkalicka mögött, balra, távol az ajtó, onnan jönnek be a dokik. Konta is megáll fölöttem búlogat. Bartal is elmondja, hogy a feleségem nagyon örül, hogy sikeresen túl vagyok a műtéten, vasárnap már bejöhet hozzám. A sötét sohasem teljes. Soha nem vagyunk magunkra hagyatva, az orrom felé kaparászok. Azt hagyja Zolika, hajol felém a kellemes, fekete, göndör, szemüveges, rusztikus arcú lány. A legendásan katonás és zseniális Kati. Katus. Savanyúan rámosolygok, ő megpaskolja a kezem. Ne nyúljon ahhoz, ledugtak magába egy hasi szondát. Nem fáj a torka? De igen, nagyon, és érdekes, csak az fáj. Tusakodik bennem hirtelen. Ég a torkom, semmi sem fáj, csak a torkom ég, mint a pokol, valóban, mint a legrosszabb vírusos torokgyulladásnál, lebírhatatlan nyomó, égő fájás, mintha feszülne a nyelőcsövem. Hányási szonda, a műtét után 24 óráig benn szokták hagyni. Úristen, jó, hogy Bogyi így nem lát. Csak vasárnapig vegyék le rólam ezt a Dracula gróf maszkot, alig bírok lélegezni mellette. Esti vizit. A tanár bólogat, mutogat, valami káváról beszélnek, amit el kellett kötni, most varrat van benne. Az üvegkalickában az asztalon továbbra is körmöl, most valaki más, a fekete göndör kádas dönci osztályos orvos, aki állítólag emlékeztet rám. Ír, ír, mintha az örökké valóság óta írna, és mint aki mindig is írni fog, míg a világ világ. Ismerős, szemüveges, decens arcocska hajol felém. Arcom megcsókolja, pátyolgatja, kezem szorítja. Na hát, megint így találkozunk, Zolikám. Simít, s a két kezébe fogja az arcomat. Ugye, nem hagysz magamra? Suttogom. Jaj, de önző vagyok. De úgyis, édese, itt maradok veled. Csak akkor megyek el egy pillanatra, ha hívnak. Szólj, ha kell, csillapító. Alud, alud, alud. Köröttem minden fehér gézbe burkolt. Az első elkülönítő függönyt ugyan elhúzták, az oldalsó viszont fénylik, fehérlik. Fiatal, fekete alak görnyed a zöldbeugró melletti asztal felé, most mintha mégis az üvegkalickán kívül lenne, vége láthatatlanul körmöl, legalább szólna már hozzám valaki. Lábam közé téved a kezem. Fütykösön vékony meghosszabbítás nyert. Benne a katéter, oldalt a drén, a gennyés vérelvezető, orromból is csöveg. Mozdulok, nyögök, lázam döbbenetesen normális, a vérnyomásom alacsony, kissé óránként mérni kell, réka a karomon hagyja, testbilincs beverten. A kis, decens, hűs kéz a fütyülőmön matat, megfogja, lemossa szivacsal, a testemet is törölgeti, aztán szárazza. Vigyázni kell, csak pici langyos vizecskével, nehogy tüdőgyulladást kapj. Réka felém hajol, mindkét kézzel simogatja az arcom, nevet. Ugye, nem halok meg reggelre? Elél 120 évet is, legyint mosolyogva. Legfeljebb nem 122-t, csak 121-et. Nem akarok, teljesen meg akarok gyógyulni. Mondom, vagy csak mondani vélem. Suttogó, sápítozó, síri hangom van. Kb. Ekkor történt meg egy emelettel fölöttünk az ötös korteremben, hogy De Gaulle tábornok teljes hosszában végigvizelte a szobát. A képernyőn éppen az egyik győztes kézi csatáját vívta a nagy meglepetést, és számomra igen sok későbbi idegességet okozó magyar válogatott, és egy magyar gólnál egyszer csak váratlanul fölállt, jaj, uraim, elnézést! És impozáns sugárban akár egy vízesés spriccelt egyet, panaszosan kisietett.
A meccs áhítatos csodálását némi kőmosásos zajok szakítják félbe, ezután legalább 10 percig. Hallván ezt a részletet, azon kezdtem el gondolkozni, hogy ez vajon leírható-e hagyományos fogalmakkal, ami történik ebben a szövegben, hogy irónia vagy önirónia, ugye ezek divatos fogalmak, főleg egy időben nagyon azok voltak. Humor mindenképpen van benne, de ez a vidámság azért nem felhőtlen, tehát most nagyon finom voltam. Térjünk vissza ahhoz, hogy mennyire kell oldani egy ilyen élményt, tehát ahhoz, hogy elviselhetővé, befogadhatóvá tegye az író az olvasó számára. Hát Jókai Anna szokta mondani, hogy minden egy kicsit hígítva. Minden elhígítani kell, szóval ha abszolút tömény valami, akkor elviselhetetlen. De hát mondanom sem kell, hogy hát ez nem egy elhatározás volt, hogy na most akkor itt írom, ez most egy komoly dolog, nyiszáltak, mindjárt meghal a pasos, mégse, na most akkor ide egy kis humor. Tehát nem így történik ez a dolog, hanem valamiféle homeosztázis beáll. Tehát egyensúly a körülményekkel, és ez nem megjátszás, hanem abban a pillanatban ott feküdt az ember és maga tehetetlenül, akkor nem kereste a dolognak a humoros részét, hanem ugye ez a humoros, ironikus, szeretetteljes önmagával, meg a világgal való békekötés és évődés, ez természetes állapottá válik. Tehát valószínűleg a Jóisten küldte rá ezt a humort, hogy elviselhetővé tegye azt, ami ott történt velem, vagy a hőssel. A másik ilyen gondolat, ami eszembe jutott, az arról szólt, hogy már többször emlegetve volt életed, szerelme és feleséged, hogy amikor megházasodik az ember, és van a fogadalomban, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, szerintem ebbe akkor senki nem gondol bele. És ugye egy fiatal asszony, egy pici gyerekkel szembesül ezzel, hogy de hát ez a betegség sokkal hamarabb jött, mint ahogy feltételezni lehetett. Hogyan lehet ezt oldani? Tehát lehet-e oldani, vagy csak valóban az van, hogy át kell adni az égi akaratnak magad? Hát nem lehet oldani. Tényleg nem lehet oldani, át kell adni az égi akaratnak magunkat. Most egyrészt a fennvaló Isten az végig velem volt. A feleségem Barna Márta végig velem volt, imádkozott, értem jött. Mikor mondtam, hogy ne jöjjön be, akkor is bejött minden nap. És mert azt mondta, hogy neki is így megnyugtató. Hát szerintem borzasztóan fárasztó is lehetett bejönni hozzám. Arra gondoltam, hogy én egészségesen is a lábon álló valóban is egy fárasztó figura vagy, hát még így fekve és maga tehetetlenül. De ennek köszönhetően is sikerült, mert ezek a pillanatok, a látogatás pillanatának a várása, az úgy felfényezte a napokat. Azt hiszem, hogy ide illik akkor ez a rövidebb második részlet. Annyit még előjáróban, hogy ebből kiderül az is, hogy nem csak az egyén, hanem az őt körülvevő ország is meglehetősen beteg. Úristen, Barna Zoltán! Nem elég, hogy örökké bajba keveredsz, még azzal is nehezíted a sorsodat és azoknak a dolgát is, akik segíteni akarnak esetleg rajtad, hogy a homokba dugod a fejedet, mint a strucc a sivatagban, amikor a nagy baj észleli. Bizonyos értelemben hálás lehetsz Istennek, amiért most küldte rád életed első komoly nagybetegségét. A sok férfiasan eltűrt szenvedés jutalmaként kikerülsz, átmenetileg legalábbis, a veszélyzónából. Tegnap rendezgettem a holmimat először műtét utáni elesettségem óta. Bogyó már kiszórta az éjjeli szekrényen fiókjából a penészes zsemléket, s rejtett tartalékokra leltem. Jénai üvegtálban két pár zokni. Örömmel mutattam Gulának.
Látod, milyen leleményes és ötletes a kis feleségem? Üvegtálba tette az zoknimat. Nem észleltem Gyula döbbenetét csak másnap, amikor Márta elszörnyedten mutatta meg neki, mit és hogyan talált meg nálam. Gyula röhögni kezdett. De hiszen Zoli még dicsekedett is azzal, hogy te milyen találékon vagy a jénaiban tárol zoknikkal. Tehát ő tette bele, csak elfelejtkezett róla. Megmondom őszintén, én arra gondoltam, úristen, milyen állapotok uralkodhatnak nálatok. Bogyó áll fel háborodással, erre azt mondaná, valódi dühösség volt ez a javából, szólt rám. Megint eladsz utolsó csörfös lumpen elemnek. Pedig rendmániás a lelkem. Hasamat ismerős mozdulattal szorítom le, hogy szét ne pukkadjak a röhögéstől. Úgy tűnik, ma komoly előrelépést tettem a gyógyulásban. Az a szomorú, hogy tegnap nem tréfáltam, még annyira kába és elgyötört voltam, hogy tényleg elhittem, Márti tette üvegtálba a kapcámat, és arra sem emlékeztem, hogy én vagyok a bűnös. Röhögésem kezd a régi lenni, és már tudom, mekkora marhaságot mondtam tegnap. És közben eszembe jut Bogyóval folytatott utolsó, nem a betegségre vonatkozó, kórházon kívüli beszélgetésünk egy nappal azelőtt, hogy a kis, heregolyó forma esztékás tökész kimondta, Barnau, ez sajnos meg kell nyitni, műtéti úton. Látnunk kell, mi van az acsiában és golóbisában. Hiszen, illik a témához, az ország is hererákos. Sőt, még így. Hiszen tele van áttételekkel, már nem mentheti meg a reformkommunista beavatkozás, amely olyan, mint az én első műtétem. Bizony, ráfér a hererákos Magyarországra a bilaterális RLA, azaz a minden teljesen felforgató, átalakító nagy műtét. Szóval nem véletlen, hogy az ország átalakításáról, megoperálásáról szóló beszélgetésünk éppen azelőtt a nap előtt történt, amikor megtudtam, hogy valószínűleg hererákos vagyok, mint Magyarország. Ezen a hererákos Magyarországon a 80-as évek közepén egy kicsit arrébb, Debrecenben egy másik klinikán belőlem ugyanígy egy katéter lógott ki. Ez, én szemérmesebb típus vagyok, de most ezt úgy gondoltam, hogy felbátorodva a te bátorságodon ezt elmondom. Hadd mondjam el, hogy 12 év van közöttünk, tehát én 25 körül voltam akkor, és éppen 10 napja ismerkedtünk meg életem szerelmével, aki a feleségem lett, és azt is túl lehetett élni. Tehát azért gondolom, már úgy értem, hogy túlélte a szerelmek. Azért gondolom, hogy ezzel a sok iróniával, humorral megspékelt szöveg mégiscsak igaz lehet, mert én a saját példámon alá tudom ezt támasztani. De én nem ilyen vidáman értem meg a dolgot, és egyszer megpróbáltam egy versben megírni, de csak a külsőségeket lehetett. És ott éreztem csak párhuzamot és hasonlóságot, ami végül is a törvényszerű kibontakozást jelenti. Mondjál nekem, Zoli, valamit a reményről. Ez a maga súlyosságával és szörnyűségével ez a regény azért a remény regénye is, úgy gondolom. Igen, mindenképpen a reményé, tehát megigazul a hős. Az egyik, amit el szoktam ezzel kapcsolatban elég gyakran mondani, hogy a főhősnek a vallásos nevelést kapott. Tehát nem okoznak, nem egy hitetlen ember volt, aki megtért ennek a betegségnek a hatására, hanem egy kicsit egy olyan kultúrélményként rárakódott Isten élmény és Isten hit volt. És nem volt igazán szervesen a lelkében fakadóan a részese. Például a feleség, aki nem kapott ehhez hasonló
nevelés nála sokkal személyesebb és sokkal megszemeredebb Isten élmény volt tapasztalható már korábban is. Na most úgy éreztem, hogy ennek a betegségnek a hatására tulajdonképpen a tanult hitem valódi személyes elméjét megszemeredett hitté alakult át. Hát nem véletlenül a jelmondata, vagy az igei mondat, amit itt jelszóként odaírtam a regénynek az elejére, az Ézsaiás 43:1, az a ne félj, mert megváltottalak, neveden hívlak téged, enyém vagy. Tehát az, hogy a proféta is elbizonytalanodik, akkor, mikor Isten megszólítja. Elbizonytalanodik, hogy nem vagyok méltó erre. És erre az oltáról leszáll egy szeráf, és a ajkáról leégeti a bűnt. Most ez a betegség volt, a szeráf, amely oda szállt az ajkám, és leégettem. Nyilván nem váltam szenté azóta sem, de talán egy kicsit arra felé haladok, baktatok. Ha már itt a szenteket említetted, akkor nemrég avatták szenté II. János Pál pápát, ugye akinek a híres citátum a Bibliából épp az volt, hogy ne féljetek, amikor Lengyelországba, a kommunista Lengyelországba visszatért, és ezt szó szerint vették a lengyelek, és társadalom átalakító erővé tudott válni. Tehát ez a ne féljetek, ez voltak éppen a halálfélelem, vagy mondhatnám életfélelemnek is. Említetted azt, hogy nyugdíjazásoddal, vagy nyugdíjba meneteleddel fűződött ez össze, hogy megírd ezt a regény. Ez az összegző nagy regény, úgy gondolod? Nem, hát ilyet azért nem mond az ember, mert emlékszem, hogy te megírtad, hogy én lényegében a regényeim, a 12 regényemben megírtam minden, amire rendeltettem. Mert végül is egymás mellé rakjuk őket, és akkor az általam megért Magyarország történet egy szubjektív olvasatban kikristályosodik. Tehát akkor ezt már nem kellett volna megírni. Én akkor tréfásan azt kérdeztem tőle, hogy akkor én már megidegelhetek, Kovám? Na, szóval, mert megírtam mindent, amire... De aztán rögtön cáfolt, hogy vannak még ebben az életben homályos sarkok, amik megvilágítást követelnek maguknak. Hát ez bizonyos, egy nem az összegzésnek, hogy megint a kérdésedre válaszoljak, nekikapok otthon. Na most, hogy megint elindáztam tőle. Most ehhez, hogy megírjam, hát természetesen kellett a Szép Halom könyvűje is, és hát a Mezei Kati biztatása is, aki most már lassan a 11. könyvemet adja ki. Tehát életművemnek a gondozója. Úgyhogy neki is nagyon köszönöm, sőt, hát a könyv megjelenése. És hirtelen eszembe jut a múltkori beszélgetésünk, hogy ő azt mondta, hogy kicsit drámaszerűek ezek a beszélgetések. Tehát valahogy ilyen párbeszédszerűvé sikerült. Ami akár lehet, hogy drámában, vagy filmé is, tehát filmrendező is, vagy igaz? Ez most egy finom utalás arra, hogy egyszer elkövettem az Oliról is egy portréfilmet. Hát így beszélgettünk, csak egy kicsit szembe, és mindenféle helyszínekre az életedből kísért a kamera. Mezei Katalin, aki a Szép Halom könyvműhely vezetőjeként ugye fölvállalta voltak éppen a te életművedet. Körülbelül 10 éve megkeresett azzal, hogy az Aranykori Tekercsek című főművedet, Opus Magnumodat szerkesztem meg. Hát néha az ember könnyelműen, igen, mond, aztán kemény 2 hónapot töltöttem a szöveggel. Na de hát az nem volt dramatikus, tehát az filozófiai, vagy filozófikus futamokkal, mindenféle filozófiák ütköztetésével, mindenféle stílusrétegek, írásmódok, kurzív, fetkurzív, fet, mindenféle tipográfiai trükkökkel élve egy olyasfajta polifon szerkesztést próbáltak megvalósítani, meg is valósítottak, amelynek itt nincs nyoma. Itt minthogyha minden sorszerű, egyenes vonalú, az égiek által fatálisan elhatározott dolog volna.
ez szándékos volt, vagy így adta magát az anyag? Mind a kettő szándékos is volt, meg így is adta magát az anyag. Hát ez olyan, mint a buddhista példázat, amikor az íja bepróbál találni a cél kellős közepébe az íjász. Nem arra a kis karikára kell koncentrálni, hanem azonosulni kell az íjjal is, meg a céllal is. Valahogy ilyen módon azonosultam azzal, hogy ezt a regényt, ezt így kell megírni, mert végül is így adja magát, hogy kezdődik azzal a lényegében. Van az elején egy kis novella, mert a Truvájt azt beleraktam azért, hogy ugyanezt a témát frissen még novellába is feldolgoztam. Azzal kezdtem. Bevonul a pasas a kórházba, és azzal fejeződik be az epilógustól eltekintve, hogy kijön a kórházból, és akkor hazaviszik. Felesége, Barna Márti meg a barátai kocsival hazaviszik. És utána van egy epilógus, amelyen keresztül eljutunk a máig. És hát ilyen értelemben tényleg összegzésregény ez, és hát az ember mindig azt a művét szereti a legjobban, amit éppen ír. És érdekes módon a Csurka Istvánnak volt egy olyan kötete, hogy a ló is ember, és ott mond egy ilyet, hogy az ember ilyen is, meg olyan is. Tehát az is én vagyok, aki a szürrealista aranykori tekercsekben szerepel, és ez is én vagyok, de most ez, mivel éppen most ezt mostanában írtam, meg most erről beszélünk, most ez áll a legközelebb hozzám, és örülök, hogy így írtam meg, ilyen közérthetően és szellemesen, hogy dicsérjem kicsit magamat. Hogy ez ne a levegőből legyen, akkor megkérném Balázst, hogy a harmadik részletet is olvassa föl. Az értelmezésem szerint már az a pillanat, amikor a főhős túléli a túlélendőket, és elkezd íróként, újságíróként, mondjuk íróként működni, tehát megfigyelni a környezetét, a szobatársakat, a betegtársakat. Ő felsége trónterme. A nagy bőrfotelt a kórházi néphangja elnevezi trónszéknek, mától ő felsége kórtermének vagy tróntermének hívják az ötös távozásomig. Ezt is Barna Mártinak köszönhetem. A tanár úr reklamál, lamentál, hogy miért kell ennyi hálóinget pazarolni. A belevaló Judit összekacsint az éppen befutó harcoskánkkal, bemennek a nővérszobába, de nem a jobb a férfi, hanem a baloldali, a női kupacból választanak. Setét bátyánk ezúttal megkapja azt a rózsaszín áttetsző térden alul fodros nadrágot és a hozzávaló sejmes, budgyos kékinget, amit még nőkre is kitolásból adnak rá, annyira ronda és gicses. A szemüveges, dunduska-bunduska érzéki jutka medika nyíltan röhög. Harcoskánk elfordul, remeg a gyomra, még Ilonka is elsomóintja savanykás, örökké aggódó hajkát az orra alatt. Zaturek bevonszolja langalét a testét a szokásos kedvetlen arccal, vontatott járással, s némán szóra képtelenül mered a balerina szerelésbe bújtatott öregemberre. Bosszankodva csóválja a fejét. Az öreg kirohan, Ilonkánál próbál reklamálni, de az utolsó pillanatban visszakozik, mert ugye sem a doktor urakkal, sem az ápoló kisasszonyokkal nem tanácsos kukoricázni, így bánatosan lerogy a külső kanapéra. Sok gondot okoz az öreg, de ez már-már gonoszság, morogja János. Aztán ő is elröhögi magát. Tényleg, mint egy vén buzi. Most egészen hitelesnek tűnik Bartal is feltételezése. Az opsitos odasugja nekem, hogy az ápolónők már-már nyíltan csinálnak majmot a tanár úrból. Igen, amióta az intenzíven voltam, elmérgesedett a helyzet. Az öreg, félretéve átmenetileg a korábbi ne szólj szám, nem fáj fejem magatartást, beárulta néhányszor a lányokat, s nem azért, amiért lehetne, hanem olyanokat mondott, hogy kivételeznek a fiatal fiúkkal, mint például Barna úr, vagy hogy nem szólnak Dögorra és a többi meccsbarát betegre, amikor besorakoznak esténként a bajnokságot nézni, meg hogy örökké rőhítselnek. Hát most megkapja. Korábban sárga, most meg rózsaszínkék női szerelést adtak rá. Mosolygok egy szép nagyot a srácok kedvéért, érzem, hogy föl akarnak vidítani, aztán mindenki elcsöndesedik. A fiúk készülnek az esti meccsélményre, az öreg visszafekszik az ágyába. A vén sas,
jut eszembe körteforma fejéből előbukkanó merész orráról, egyik keze a feje alatt, a másikkal vadonászni kezd és vádaskodni, illetve önkritikát is gyakorol. Kellett nekem panaszkodni, most aztán tényleg nem szállnak rá rólam, motyogja félhangosan. És ezek semmiféle szolidaritást nem éreznek, összekacsintanak a nővérekkel, mint a gúnyt űznek belőlem, mert nélkülük ezt nem mernék csinálni vele, ezek a pisis fruskák, de ez a két kandúrban dimik hergel is. Istenem, Istenem, gyógyulni, gyógyulni, amint lehet megint kiülni a fotelba, erősödni, erősödni, ahogy Ilonka javasolta. Ha nem megy még nagyon a séta, legalább a seggemen trónolni, hogy minél előbb kiléphessek innen, ahol nem tudok kiszakadni a betegség nyavajáinkról beszélni, betegség tudatunkat erősíteni típusú kényszerpályák önköreiből. Amint kitettem innen a lábam, szüneteltetve legsúlyosabb beteg, alias láthatatlan szobaparancsnok szerepemet, felbomlott a kényes egyensúly. Pedig direkt módon soha nem védtem az öreget, csak fehér hálóinges angyal jelenlétemmel tompítottam az ellentéteket, szelidítettem a felforrósodásra váró kedélyeket. Ráadásul az öreg sas, amióta megtudta, hogy sterilizálni fogják, elvesztette az önkontrollját, eleresztette fülét, farkát, s engem is fölidegesített belülről, amikor látszólag sajnálkozva valójában kis ragadozói öreg sas fülleméhez igencsak méltatlan örömmel konstatálta előttem, szándékosan a fülem hallatára, hogy milyen nagy beteg vagyok. Ilyenkor a magamfajta szelíd, de heves vérű ember is úgy érzi, ölni tudna. Amikor az obsitos tréfát, hogy mit vagyok oda előre a kis bolha csípéstől, akkor ő bölcsen megegyezte, 5 órás bolha csípés, mintha ezzel már tréfálni sem szabadna, hiszen akár meg is halhatok. Elborul a képem. Az obsitos integet, nyugodjak meg, s félhangosan megjegyzi, nagyon rossz tanár lehetett ez a vejszúr, már így csúfolják ki már a betegek és a nővérek setét alajos középiskolai tanár. Vejsz tanár úr, alajos, felesége, kalapos, éneklik néha a folyosón a lányok. Azt már csak suttogva, vejsz tanár úr, alajos, a felesége faszos, célozva a tanár állítólagos homo, illetve inkább biszexualitására. Öregem, 5 napja nem mosdott, szegény zaturek pajtás szagolhatja, s még ő duzzog, elégedetlenkedik félhangosan, mert tévézünk, be akart mószerolni minket, de a tanár úr nem avatkozik a betegek konfliktusaiba. Bartalis barátot közölte vele, miért nem néz maga is meccset, jobban érezné magát. Az öreg a feje alját is megcserélte, és érthetetlen, hogy miért nem akar pizsamát váltani. Azt állítja, nem akarja fárasztani a nővéreket. Hamis érvelés, hiszen az örökös Pitiáner kákán is csomót kereséssel, s a vádaskodással, hogy pazarolják az állam vagyonát, megy mindenki agyára. Hiszen azzal, hogy ellenkezik velük, amikor már előkeresték az új hálóköntöst, csak fokozza a bajokat, szaporítja a gondokat. Vén buzeráns bolsi még betegen is nyalizna a hatalomnak, remélve hát, ha valaki elmondja illetékes helyen, hogy ő, Vejsz tanár úr, alajos, felesége, kalapos, mennyire lojális még mindig, s bár hatástalanították a brokiát, még mindig csak az állam pénzével akar takarékoskodni, pedig valójában csak ragaszkodik a piszkához, mondja ellenségesen az obsitos. A főnök úr pedig odalép Ilonkához, s arra kéri, kicsit sem halkítva a hangját, hogy tessenek már rábírni a tanár urat vagy kicsodát, hogy fürödjön már végre, mert belefulladunk a büdösségbe. Mielőtt belefulladnánk a büdösségbe, és figyelembe véve azt is, hogy egy kórházi látogatás sem illendő, ha egy óránál tovább tart. Most tartjuk a szintidőt, úgyhogy a záró kérdést tenném föl. Nem volt olyan pillanat az írás során, amikor elment a
kedved az egésztől, és haszontalannak gondoltad, hogy az életednek, az élmény anyagodnak ezt a fajta rétegét is föltárjad. Hát ennél nem, ennél a regénynél tényleg nem volt ilyen pillanat. Mondom, mielőtt elkezdtem volna rajta dolgozni, akkor is inkább a félelem, a szorongás, kételyek, és emiatt, hogy azért eltelt 1988 óta jó pár év, és hát ez 2011-ben kaptam ezt az ösztöndíjat, aminek segítségével meg tudtam írni, és hát a magyar nemzetes tevékenységet végleg felfüggeszteni. Bár sokan nem örülnek ennek, de hát mindennek megvan a maga rendelt ideje. Egy picit olyan félelem volt bennem, hogy úristen, hát ezt jó régen írtam, és mi lesz, hogyha megtörténik velem az, amit páran leírtak még Thomas Mannnál is, hogy vannak olyan jegyzetek, amiktől annyira elidegenedett az ember az idők folyamán, hogy már nem tud vele íróként mit kezdeni. És aztán, amikor elkezdtem olvasni, és írni belőle a regényt a kis számítógépem előtt, 8 órás munkaidőben írtam. Márti elment dolgozni, én szépen beültem a számítógépbe, úgy 8-tól, és szabályosan, mint egy iskolában tanítani, 10 percenként tartottam szünetet, föl alján járkáltam, hogy azért... 10 perc, óránként tartottam 10 perces szünetet, igen, óránként tartottam 10 perces szünetet, igen. És hát másfél év alatt elkészült a dolog. Még akkor is dolgoztam rajta, amikor már a leadáson túl voltunk, de hát ez természetes, hogy az ember kicsit mángorolgatja. És kételyek nem voltak, viszont nagyon sokszor hát a Mártival is elolvastattam, volt egy, Kati is elolvasta, volt egy Dávid, a Urbán Dávid nevű nagyon lelkiismeretes szerkesztő, aki még az utolsó pillanatban is adott két konstruktív tanácsot, például hogy ennek a két másodfőhősnek ott benne a másodfőhősnek a kórházi betegtársainak legyen még markánsabb a külső vetület, az arculata. Tehát, hogy mindenkinek leírtam pontosan az arcát, nekik is, de mivel ők nagyon hangsúlyos szereplők, sokkal ma, és akkor beleraktam egy ilyen hosszabb leírást, amit aztán felére meghúztam. Ezzel is jelzem azt, hogy nagyon kellett arányosítani ezt, mert ez egy mantrázó regény. Azt is érzékeltetni kellett, realista és mantrázó regény, külső-belső teljességre törekedtem, hogy a kórházban ez a 35 nap néha idegesítően monoton. Tehát ezt a monotóniát is érzékeltetni kellett. Úgyhogy bizonyos elemek újra fölébredünk, és akkor ez már a bilik csörgése az, ami jelző, hogy reggel van. És ettől néha majd megőrül a pasas, máskor meg kicsit úgy érvő, hogy ez a szférák zenéje. Mert megint eltelt egy nap, ezt is érzékeltetni kellett, ugyanakkor újra...